Legutóbb a ugye földvilágosodásról beszéltünk, illetve hogy egyes országokban mik voltak ennek az első gyümölcsei, ugye akár Franciaországról, akár Németországról, akár ugye a Habsburg monarchiáról beszéljünk. És most pedig hát megnézzük ennek az igazán látványos is érett gyümölcsét, a francia forradalmat, illetve Napóleon uralmát. Ugye hát alapvetően ugye látszólag nagyon tetszetős, nagyon kedves jelszavakkal indul ez az egész felvilágosodás, hogy ugye itt az emberek között testvériség, egység és szabadság, egyenlőség és szabadság lesz, ugye egy egészen új világ kezdődik, és hát azt látjuk, hogy egy kicsit másképp sült ki a dolog. Ugye alapvetően itt a polgárság vitte végbe ezt a forradalmat, amely ugye föllázadt az addigi arisztokrata, ugye feudális, hát ugye társadalmi réteg ellen, és most már ugye hát a kapitalizmus alapjait kezdte építeni. Igen, szóval a feudális államok szépen lassan ugye átalakulnak polgári államokká, a gazdasági viszonyok is átalakulnak, az egyház is ugye elveszti az ő anyagi forrásainak jelentős részét, és általában ezek a forradalmi eszmék az egyház befolyását is, és egyáltalán a hitet az élet minden terén ugye visszaszorításra kényszerítik, annak a kiiktatására törekszenek. Franciaországról ugye azt mondjuk, hogy az egyház legősibb, legrégebbi lánya, ugye, hiszen a frankok voltak az egyik első megtérő új barbár nép, de hát ugyanakkor hát egy igencsak rebellis lánynak bizonyult, és hát ez itt is kiderült. A legnagyobb, legnépesebb katolikus állam, teológiáját, szellemi hatóerejét is tekintve, és ugye pontosan itt, ahol a hit, a katolikus hit irányította az egész életformát, gondolkodásmódot, itt akartak ugye erre az egész középkori vallásos lelkiségre, katolikus berendezésre halálos csapást mérni. Igen, szóval nézzük meg, mik voltak a forradalom előzményei. Hát mindenképpen azért, ha nem is igaz az a legenda, ugye, amit mondanak szegény Mária Antoinettáról, hogy az éhező népnek azt tanácsolta, hogy akkor egyik inkább csak kalácsot, ha nem tud kenyeret ugye szerezni. Hát ez nyilván azért egy rágalomnak bizonyul. De mégis azt kell mondani, hogy ez a fajta arisztokrata ugye, társadalom, ez igencsak erkölcsi szempontból hát romlott volt, korhat volt, a múltkor napkirályról is volt pár szó, meg a többi francia uralkodóról, akik hát ugye egyáltalán nem tartották magukat a magánéletükben a keresztény erkölcs elveihez, tehát ez az abszolutizmus, ez az abszolút hatalom, ez nagyon-nagyon, hát úgy mondhatni, az agyukra ment. Tehát ugye egy ilyen hatalmas nagy arisztokrata réteg nem vett részt ugye a termelésben, az javak előállításában, nem fizetett adót, és ugyanakkor minden lehetséges kiváltságot élvezett. Ezzel szemben ugye föl emelkedett ez a bizonyos polgári burzsoá réteg, akik egyre inkább ugye gazdaságilag is megerősödtek, és polgári jogokat, hatalomban való részvételt is követelték. Nem is beszélve, hogy ugye a munkával sanyargatott parasztság, a városi szegénység, az ugye csatlakozott ezekhez a törekvésekhez, folyamatos parasztfelkeléseket, éhség, lázadásokat idéztek elő, és nagy volt az elégedetlenség, a királyi udvar, a főnemesi réteg, a főpapság és az egész versailles-i udvar pazarlásával, főnemesek pöffeszkedésével, valamiképpen ezt a parazita uralmat megelégelték, és mindezt a sok szempontból jogos elégedetlenséget
ugye alátámasztották a felvilágosodás tanaival, a racionalista és materialista gondolkodással és a papság iránti ellenszenvvel. Ugye a francia egyházról már a múltkori alkalomról említettük, hogy nagyon erősen ugye befolyásolták az úgynevezett gallikán eszmék. Tehát az a törekvés, hogy Rómától elszakadni, és egyre inkább egy független francia ugye államegyházat alkotni, ami teljesen ugye a király uralma alatt állna, és hát fegyelmi szempontból, de bizonyos mértékig akár tanbeli szempontból is független legyen Rómától. De nagyon jellemző, hogy a liturgiában is kialakulnak az úgynevezett neogallikán rítusok, tehát ilyen műliturgiák, és például annyira franciák akartak lenni, hogy a római misekönyvben vannak ilyen stációk, ugye Nagybőjtben, meg bizonyos jeles napokon, tehát kijelöli a misekönyv, hogy a pápa valamikor az ókorban melyik római bazilikában misézett ezen a napon. Ezek a stációs istentiszteletek. Na most ez a büszke franciákat sértette, hogy mindig Rómára kell gondolni, és akkor különböző francia templomokat helyettesítettek be, hogy most ebben a párizsi bazilikában van a stáció, most amabban, most itt meg ott. Tehát ugye az ő számukra a központ az Párizs is, nem Róma, mert ez ugye sérti az ő büszkeségüket. No, szóval azért jellemző volt ez a francia egyházra, és az is jellemző volt, hogy ugye volt egy nagyon népes főpapi réteg, ezek mind ugye főnemesi családokból voltak, szoros összefüggésben voltak akár rokonilag is, akár gazdaságilag is ugye a királyi udvarral, és hát volt egy hatalmas nagy ugye alsópapság, akikkel a főpapoknak nem volt semmi kapcsolatuk. Tehát azért azt mondja, hogy 65-68 ezer egyházmegyés pap volt, továbbá 55-60 ezer férfi és női szerzetes, tehát összesen 120-128 ezer főt számláló papi rend volt ugye Franciaországban. Egyébként már a középkorban is tudjuk, hogy a lakosságnak körülbelül 10%-a volt ugye egyházi, tehát pap vagy szerzetes, ami óriási a mai viszonyokhoz képest, de hát ez is azért eléggé tekintélyes szám, és ezek ugye előjogokkal rendelkeztek, adómentességgel, társadalmi anyagi téren mindenféle könnyebbségekkel, és a földbirtokok 10%-a volt ugye egyházi kézen, amire persze nem kellett adót fizetni. Különösen azt mondják, hogy a szerzetesek körében szaporodott el a tunyaság, a könnyű életvitel, a bírvágy, tehát ugye a szerzetes hát a legtöbb esetben nincs terhelve ugye plébániával, lelkipásztori munkával, ilyen módon, mint például a plébános. De hát ez nem azért való, hogy henyéjen és ne csináljon semmit, hanem neki vannak más specifikus feladatai. De hát ugye a francia szerzetesek nagy része, hát ezt ilyen dínom-dánom laza életmódnak vette, hogy hát ugye eltartanak engem a puszta létemért azért, hogy növelem a létszámot ugye egy kolostorba. No, szóval ez is nagyon nagy szempontból rontotta ugye az egyház tekintélyét. Igen, hát a főpapságnak a felületes teológiai képzettsége, a főúri öntudata, a ugye alsó, akár papi, akár hívő rétegektől való elzárkózása, ugye ez is súlyosbította a helyzetet. És ezért még az alsó papság nagy része is elégedetlen volt, és valamiképpen szeretett volna gyökeres társadalmi változásokat. Na most hát a Versailles udvarnak a fényűzése, a luxus életmódja, továbbá a különböző ugye hadi kudarcok annyira csődbe juttatták az állami kasszát, hogy az államadóság rekordszintre emelkedett, és ezért a király, ugye 16. Lajos 1787-ben összehívja az előkelők gyűlését, hogy felhatalmazzák őt új adók bevezetésére. Egyébként ez az előkelők gyűlése, ez már 175 éve nem jött össze, mert nem volt ugye olyan nyomósok, amiért összehívják őket. Most Lajos király mégiscsak arra kényszerül, hogy ők is ugye igazolják, alátámasszák az újabb adókat, és hát ugye összehívja a nemességet, a papságot és a harmadik rendet,
amely gyűlésen aztán végül is a polgárság akarata érvényesül. Ugye ez a gyűlés Versailles-ban nyílik meg 1789. május 5-én, ugye a harmadik rend 600 fővel, a papság és a nemesség 300-300 képviselővel van jelen, és hát az egyik ugye atya fogalmazza meg, ugye az alsó papsághoz tartozó pap, ugye, hogy mi a harmadik rend? Minden. Mi volt az eddigi kormányformákban? Semmi. És mi a célunk? Hogy valamivé legyen. És erre hivatkozva június 17-én ezt az összejövetelt nemzetgyűlésnek nyilvánítják, július 9-én pedig alkotmányozó gyűlésé, és ugye bevezetik a polgári jellegű új alkotmányt, közben aztán július 19-én ugye a néptömegek megrohamozzák a Bastille-t, ugye a híres börtönt, és hát a polgárság átveszi a hatalmat Párizsban. Augusztus 4-én ez a nemzetgyűlés eltörli a feudális előjogokat, kiváltságokat, és augusztus 26-án elfogadják az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. Ugye hát ezek azok az események, amiket manapság nagyon-nagyon lelkesen ünnepelnek és kiemelnek. Ugye, de hát sajnos ugye tudjuk, hogy ami jól hangzik, ami első látásra fénylik, az nem biztos, hogy valódi arany, különösen akkor nem, hogyha ugye ezek az emberi jogok az Isten jogainak a rovására mennek. Na most ugye az egyházi tizedet már eltörölték, és hát volt egy érdekes, hát ő is ugye külön megérne egy kis tárgyalást, a Talleyrand nevezetű püspök, aki ugye, hát maga is nemesi származás, egy kis egyházmegye püspöke volt, de hát ő később a forradalomnak az élére fog állni, egyébként hát nős ember gyerekei vannak, nem nagyon veszi komolyan a hivatását, de hát ő ugye végül is átáll a polgári oldalra, és hát az ő javaslatára a nemzetgyűlés államosítja az egyházi vagyont. A papok államtól fizetett tisztviselőké lettek. Na most ez ugye nem annyira új gondolat, mert második József is valami hasonlót ugye csinált, hogy neki az volt a célja, hogy ugye azért kobozz el az egyházi vagyont, hogy aztán létrehoz egy egyház alapot, amiből aztán ő úgy finanszírozza az egyházat, hogy neki tetszik, és hát a papok is kapnak állami fizetést, de akkor azt prédikálják, amit az állam előír számukra, mint ugye fizetett hivatalnokok tulajdonképpen. Na most, ami szintén jellemző ezekre a mozgalmakra, hogy a szerzetességet azt abszolút nem tudják elviselni, különösen akkor nem, hogyha szemlélődő imádkozó szerzetesekről van szó. Tehát csak akkor létjogosult egy szerzetes rend működése, hogyha hasznos, ezt második József is hangsúlyozta, ugye, tehát tanítson, vagy ápoljon betegeket, szegényeket, tehát karitatív munka, vagy hát ugye oktatás. Megszavazzák a papság polgári alkotmányát, amely a gallikanizmus szellemében a papságot el akarta teljesen szakítani Rómától. A püspökségek számát csökkentik, eddig 135 volt, most csak 83 marad. A püspököket és a plébánosokat ugye már nem az egyházi hatóság válassza, hanem polgári jellegű választótestületek. Tehát ez demokratikus alapon történik, a püspöki és a plébánosi székek betörtése, és a püspököket nem a pápa nevezi ki és iktatja be, hanem a metropolita, tehát az az érsek, aki az egyháztartományt vezeti. Igen, tól a püspököket korlátozza, tekintélyük gyakorlásában, hatalmuk gyakorlásában, az egyházi ügyek intézésére felállított tanács, ugye államvédelmi hivatal egyfajtája, amiket kommunisták azok semmibe se voltak eredetiek, mindenben már volt mire visszatekinteni, és ugye csak állami hozzájárulással szabad új plébániákat létesíteni,
És itt jön a legsúlyosabb, hogy minden egyházi személy tegyen esküt az új alkotmányra, amennyiben szeretne nyilvánosan, megengedetten működni Franciaország területén. Hatodik Pius pápa, aki akkor ugye uralkodik Péter trónján, hát eleinte halogatja a választ, valamiképpen ugye, hát nem akarja a királyt sem kellemetlen helyzetbe hozni, majd ugye később nyilvánosan kifejezi az alkotmányt, az új alkotmányt ellenző magatartását, de végül hát a király 1790. december 26-án szentesíti ezt az alkotmányt. Az alkotmányban benne van, hogy minden nyilvános egyházi hivatalt viselő lelkész tegye le az állam esküt. A nemzetgyűlés papi tagjainak kétharmada és 7 kivételével az összes püspök megtagadta az eskületételét. Tehát sokkal jobb az arány, mint mondjuk Angliában 8. Henrik idején, mert ott az összes püspök 2 kivételével letette az esküt, és a papok nagy része. Hát itt azért volt annyi öntudata a francia papságnak, hogy ebben nem ment bele. Az alsó papságnak több mint a fele megtagadta az esküt. Hát ezeket a papokat felfüggesztették a hivatalukból, de mivel nem volt más, akik a helyükre tegyenek, ezért sok helyen kényszerből megtűrték a működésüket. Tehát a francia egyház ketté oszlott, az alkotmányos papok, a felesküdött papok, ugye, és a nem felesküdött papok. És hát ezek a nem felesküdött papok persze aztán azért nagy részt ott maradtak, bujkáltak, a híveik ugye bujtatták őket, tehát ez Angliában is megtörtént már ez annak idején, hogy ugye tehetősebb katolikus ugye hívek mondjuk a házaikba kialakítottak ilyen titkos folyosókat, odúkat, pincéket, ahol ugye bujtatták ezeket a titkos papokat. És hát ebből értjük például majd Vianney Szent János életében azt a jelenetet, amikor ugye hát ott nem működnek a templomok, amikor ő ugye gyermek, és hát úgy lesz első áldozó, hogy egy titkos pap megjelenik, és az istálóba titokba misézik, miközben egy hatalmas nagy ugye széna kazlakkal teli ugye szekeret tolnak az istáló ajtaja elé, hogy senki ne lássa, hogy ott mi történik, és akkor ugye egy ilyen titkos misén lesz első áldozó a kis ugye Vianney János. Tehát ez a francia forradalomnak köszönhető. Na most az újonnan megválasztott püspökök, akiket ugye nem a pápa, hanem ez a bizonyos ugye állami hivatal nevezett ki, ezeket föl is kell szentelni, de az addigi törvényes püspökök húzódoznak a szenteléstől. Mi a megoldás? Hát Talleyrand, az ugye hittagadó püspök, illegális módon önkényesen fölszentel 2 püspököt 1791. február 24-én, és hát ugye a pápa ezeket a szenteléseket szentségtörő aktusnak minősíti, és felfüggesztéssel fenyegeti az összes felesküdött papot, ha 40 napon belül nem vonják vissza esküjüket. A következő szakasz az, amikor 1791. november 29-én elrendeli a törvényhozó nemzetgyűlés, most már ugye törvényhozónak nevezik magukat, hogy az esküt megtagadó papoktól meg kell vonni a fizetést, és el kell őket zavarni a lakóhelyükről. Hát ugye, akik nem bújtak el, azokat üldözték és internálták. Közben ugye 1792-ben kitör az osztrák, Ausztria, Poroszország és Franciaország között a háború, és hát még ennek ez is nehezíti a helyzetet. Augusztus elején az összes még maradó szerzetesrendeket is feloszlatják, augusztus 10-én a királyt fogságba hurcolják, eltiltották az egyházi ruha viselését, ugye ez is egy jellemző gesztus, hogy a reverenda látványa az nagyon zavaró ilyenkor, azért azt megengedik, hogy az felesküdött plébánosok a plébániájuk területén, ugye hivatali időben viselhessék a reverendájukat.
Na, és elrendelik az összes Rómához hű pap száműzését. Hát azt mondja, hogy szeptember 2 és 4-e között 1400 börtönbe zárt embert, köztük közel 300 papot és 3 püspököt meggyilkolnak. Tehát ugye beindul az a szemlélet, hogy hát mindjárt küszöbön van a szebb jövő és a paradicsomi állapot, csak ugye egy kis vérfürdő rendet kell, hogy teremtsen előtte, és a nem kívánatos elemeket el kell távolítani. Ugye hát ez az a időszak, amikor egy egész kármelita kolostort is kivégeznek, ugye ezek a compiègne-i kármelita vértanúk, akik ugye zsoltárokat énekelve és egymást biztatva mennek a halálba, és ezt ugye irodalmi zenei művek is feldolgozzák, ezt az eseményt. És hát ugye kinek ártottak ezek a nővérek, akik életükbe ugye hát soha nem hagyták el a kolostor falait, és imádságba vezekelve éltek, de hát ők az régi rezsimnek, a régi világnak a képviselői voltak, ezért pusztulniuk kellett. Ugye több mint 30 ezer papot kiutasítanak az országból, körülbelül ugye 40 ezerre tehető végül a kiutasított, illetve önként emigrált papok száma. Egyébként ugye, hogy kicsit haza is beszéljek, nekünk premontrejeknek is van itt egy vértanunk ebből az időszakból. Ő a legutóbb, egy olyan 4-5 éve boldoggá avatott szentünk, úgy hívják őt, hogy Pierre-Adrien Toulorge, aki premontreiként plébános volt, és aztán a forradalom idején, hát ő is elmenekült Angliába. Aztán látta, hogy a Franciaországban hogy gyilkolják a papokat, és lelkiismeret furdalása támad, hogy hát mások ugye meghalnak a hitért, és ő itt ugye kényelembe helyezte magát, és visszamegy Franciaországba, és mondják neki, hogy de legalább várd meg, hogy megkeressenek, tehát ne jelentsd föl magadat, vagy tagadd le, hogy te Angliába voltál. Hát valahogy ugye ezt a kis kiruccanást, ezt kenjük el, söpörjük szőnyeg alá, de Toulorge ugye önként jelentkezik, saját magát ugye följelenti a hatóságoknál, és hát nagyon szép a Zsolozsmában olvassuk az ő utolsó levelét, amit testvérének ír a kivégzés előtti éjszakán, ugye aminek az a lényege, hogy hát mindaz, amit magunk körül látunk, az egy ideiglenes dolog, ez elmúlik, de ugye mi már nem sokára mennyben találkozunk, és az az örök végleges állapot, úgyhogy nagyon szép ugye hitről tesz tanúságot végül. No hát ugye a törvényhozó nemzetgyűlés ugye megszavazta a trónfosztást, és a teljes hatalmat a nemzeti konventnek adja át. Ez az új nemzetgyűlés, a nemzeti konvent 1792. szeptember 20-án nyílt meg. Ennek a konventnek ugye a vezetője az úgynevezett girondista vagy zsirondista párt, ugye ezek a gazdag polgárok, a vagyonos burzsoázia, akik, hát ez is nagyon jellemző, másoknak is később eszükbe jut, ugye, hogy annak érdekében, hogy a múltat végképp eltöröljük, és hogy hangsúlyozzuk azt, hogy velünk kezdődik az új világ, és aki előttünk volt, az mint évúton jár, de mi most felvirágoztatjuk az emberiség sorsát, új köztársasági időszámítást vezetnek be. Tehát 1792. szeptember 21-e a köztársaság első évének az első napja lesz, és innentől kezdve nem Krisztus születésétől, hanem ettől az eseménytől számolják az időt. Később majd ugye eltörlik a hagyományos hónapneveket is, habár ugye január, február, márciusban nincs semmi keresztény tartalom, de azért túl sokáig használták ezt a keresztények, túl sok ilyen régi tartalom kapcsolódik hozzá, hogy lesznek ilyen ugye francia nevek, hogy mit tudom én, szeles, hűvös, esős, meg ilyen egyéb hónapok, és akkor ugye így fogják az időt jelezni. A királyt közben 1793. január 21-én, végzik ki, ugye, giotin alatt, a királynét pedig október 16-án. Hát ugye a francia, a párizsi régiritusú közösség minden évben január 21-én szokott ünnepélyes gyászmisét tartani, 16. Lajos
ugye sírjánál, illetve hát mondjuk a csontjai nincsenek ott, mert azokat szétszórták, de végül is ugye az ő lelki üdvért. Egyébként hát fönnmaradtak az ő börtönbe írt levelei, hogy ő tudatosan vállalta ezt az egész szituációt, hogy engesztelésül fölajánlotta a halálát a francia népért és az ő népért tulajdonképpen. Tehát nem gyűlölettel, nem bosszúvággyal halt meg, hanem tényleg egy ilyen krisztusi önátadással. A pápa egyébként őt tehát nem szentté avatta, de azért hát nagyon fájlalta a kivégzését, és a hit vértanújának mondta őt végül is. Egyébként ugye azokra a papokra, tehát akik az esküt nem akarták letenni, deportálás vagy halál várt, mégis ugye hát sok pap titokban a híveknek a leleményességével élve ugye ott maradt, és titokba bujkálva visézett és kiszolgáltatta a szentségeket. Bevezetik a polgári házasságot, és megkönnyítik a válást, sőt ugye a papság lelkiismeretére még egy súlyos terhet raknak azzal, hogyha egy alkotmányos, törvényes pap ugye az elvált és újra házasodott hívőtől megtagadja az egyházi esketést, akkor ugye ezt a törvény bünteti. Tehát neki köteles az újra házasodottakat egyházilag is megesketni, és hát ekkor választják sokan a papok között inkább azt, hogy visszavonulnak a világi életbe, vagy megnősülnek, vagy elhagyják a hivatásukat. Ugye? Hát pont most olvasom, hogy ugye Kínában is most egy eléggé cudar helyzet alakult ki ezzel a kiegyezéssel, ugye az a kommunista vezetés is az egyház között, és hát nagyon sok pap annyira nem akar ugye behódolni az államnak, hogy inkább kilépnek. Tehát ugyanaz, amit a francia forradalomban is megtettek. A nélkülöző párizsi tömegek ugye végül megelégelik ezt a zsirondista vezetést, és ugye ellenük fordulnak, és kivégzik őket. Tehát ez is egy jellemző pont, milyen ismerjük a mondást, hogy a forradalom felfalja a saját gyermekeit, tehát mindenkit végül is a sajátjai végezték ki, csak egy következő fázisnak a képviselői. Nos, hát ugye a helyzet nem javult, hanem rosszabbá vált, mert a forradalom a legradikálisabb irányzata, a jakobinusok veszik át ugye az uralmat, akik a kispolgárságot képviselik, és ugye plebejus tömegeket. Az országban most már több mint 40 ezer giotin tömegesen végez, folyamatosan dolgozik, és végez a köztársaság ellenségeivel. Ugye ez a giotin, ez egy orvosról kapta a nevét, akinek ez a vezeték neve, és ő ugye hát orvos lévén úgy gondolta, hogy hát ez nagyon brutális, és nem is annyira higiénikus, hogy most mit tudom én, mint a középkorban felnégyelni, mágián elégetni, stb. Különböző módon kínozni, de ha szépen egy éles pengével lenyisszantjuk a fejét, az annyira elegáns és higiénikus és gyors megoldás, hogy ennél humánusabb el se képzelhető. Tehát ugye ezért gondolják ezt az új megoldást ilyen nagyszerűnek. És egyébként hát tudjuk, hogy egész tartományok lakosságát is megtizedelik. Ugye ott van az a Vandé nevezetű tartomány, ahol hát kisgyerektől asszonyig, öreg emberig, akik ugye nem akartak az új vonalba beleállni, azok mind ugye áldozatul estek a forradalmi bosszúnak. Igen, hogy is mondták, testvériség, szabadság, egyenlőség? Nagyon érdekesen néz ki ez a testvériség, szabadság és egyenlőség. Na, hát ugye a következő cél a kereszténységgel való gyökeres, radikális szakítás. A reakciósá vált egyház a forradalom legfőbb ellensége. Szüntessük meg a keresztény ünnepeket. Helyükre a köztársaság ünnepeit vezették be. Ugye én egyébként például délvidéki gyerekként nagyon csodálkoztam, amikor jöttünk Magyarországra annak idején, hogy hát itt ünneplik a karácsony meg a húsvétot. Hát ez a jugoszláv államban ilyen nem volt, tehát ez szigorúan tabu téma volt. De ugye hát a kommunisták is ezt nagyon, vagy megszüntetni, vagy teljesen átnevezni, átformálni,
kiüresíteni, más tartalmat adni az ünnepeknek. Most az is nagyon zavarta a jakobinusokat, hogy a vasárnapot ünneplik, és ezért inkább azt vezették be, hogy minden tizedik nap lesz a szűnnap, és nem minden hetedik nap. Hát ugye tehát még a keresztény hétnek, a biblikus eredetű hétnek a nyoma is tűnjék el. Hát azt valahol olvastam, hogy ez nagyon károsnak bizonyult az emberi szervezetre, tehát hogy nagyon sokan ugye bele megsínlették ezt a 10 dekádokat, nem heteket, hanem dekádokat ugye. Ugye itt változtatták meg a hónapok neveit. Aztán 1793. november 7-én a kereszténységet és vele az alkotmányos egyházat is megszünteti a törvény, tehát most már a fölesküdött papok se eléggé forradalmiak, már azoknak is el kell tűnniük a színről, és helyette új, úgynevezett természetvallást vezetnek be. Tehát kreálnak egy új vallást. Most addig még nem tudnak elmenni, hogy nem kell semmi vallás. Ezt majd később fogják kitalálni mások, mert még azért annyira a nép szívében ott van a vallás. Majd látjuk Napóleonnál, hogy ő is azért nagyon dacolt az egyházzal, de mégis azért a végén jámbor katolikusként halt meg. Tehát nem tudta kitépni a szívéből a hitet. Hát a francia népből se lehetett ezt teljesen kitépni, de akkor adjunk helyet egy más vallást. Például ugye 1793. november 10-én egy párizsi színésznőt felkérnek, hogy játssza el az ész istennőjének a szerepét, és ugye trónra ültetik a párizsi Notre Dame székesegyházban, egy újonnan kreált liturgia keretében. Egyébként hát itt körbeadok egy képet, a lent a jól ismert Napóleon koronázása látható, amiről majd később lesz szó, fönt pedig a ráció, az értelem templomának a hegye. Egy bordó melletti, a ráció tiszteletére felállított föld alatti szentély 1794-ből. Tehát ugye ilyen templomokat is próbálnak ugye bevezetni, miközben sok keresztény templomból raktárt vagy istálót csinálnak. Végül maga Robespierre, a diktatúra vezetője megsokalta a vallás ellenes túlzásokat, és 1794. május 7-én kimondatja a konventtel a legfőbb lény létét és a lélek halhatatlanságának igazságát. Tehát most már a parlament hitbéli döntéseket is hoz, dogmákat is kimond. Ebben az esetben hát minimumként azért ez nem rossz, hogy van egy legfőbb lény, aki nem a keresztény Isten, de azért valami van, és ugye a lélek halhatatlansága. Hát ugye, mivel hogy Robespierre a jakobinus párton belül is hát tisztogatta szépen a politikai ellenfeleit, ezért ellene fordultak, és a gazdag polgárság végül őt július 27-én megbuktatta, majd kivégeztette, és a hatalom ismét a nagy burzsoázia kezébe kerül. Hát ugye megint csak a forradalom felfalta saját gyermekeit. Ugye a következő, a nagy burzsoázia, ami ugye megint hatalomra jut 1794. július 27-én, az egyházzal szemben egy ideig még mindig keménykedik, a papok részére fizetés nem folyósít, a nyilvános kultusz állami támogatását is viszont beszünteti. A vallásszabadság kimondása és az egyház és az állam szétválasztásáról szóló törvényt meghozzák 1795. február 21-én. Ugye tehát itt megint csak a vallásszabadság és az egyház és állam szétválasztása az természetesen az egyház ellen irányul. Tehát gyakorlatilag ugye itt az állami ideológiának az egyeduralmát és a terrorját hivatott biztosítani. A templomokat a 10 naponkénti állami istentisztelet céljaira foglalták le, a katolikusok azok a saját költségükön létesíthettek megfelelő istentiszteleti helységeket, de ezekben is csak az eskütett papok végezhettek istentiszteletet.
Ugye valószínűleg, hogy innen ered az, hogy a mai napig a francia templomok azok a francia állam tulajdonai, ami olyan szempontból jó, hogyha tatarozni kell, akkor az államnak a feladata, szóval olyan szempontból nem jó, hogy az állam bármikor dönthet úgy, hogy hát ti most ki vagytok paterolva, és átadjuk a muszlimoknak, vagy akárki másnak, ugye? Tehát nem egy nagy biztonság, de minden esetre, tehát a katolikusok azok csináljanak saját magán templomokat, hogyha szükségét érzik a dolognak. Miután a nép viszont sokféle megnyitotta az addig bezárt templomokat, ezért a konvent végül május 30-án megengedi, hogy a más célra le nem foglalt templomokat megnyithassák. No, végül a polgárság, miután a királypártiak és a plebejus tömegek lázadását leverte, 1795. októberében az hatalmat egy ötágú kormány, az úgynevezett direktórium kezébe tette le. A katolikusok helyzete javul, most már kiadhatnak néhány folyóiratot, az alkotmányos papok, tehát a felesküdött papok 1797. augusztusában tarthatnak egy nemzeti zsinatot Párizsban. A zsinat viszont nem egészen úgy alakul, ahogy ezt ugye a direktórium, az állami hatalom elvárta, mert mondjuk kimondják ezek a felesküdött papok, akik ugye azért korrupt papok, de mégis a hitüket nem vesztették el teljesen, mert például kimondják, hogy ragaszkodnak az evangélium tanításához, a katolikus egyház dogmáihoz, köztük a házasság felbonthatatlanságához is. Tehát azért még az áruló se 100%-ig áruló, még ő is tud valami jót tenni, ugye? Ugyanakkor azonban abban nem volt pardon, hogy az egész francia katolicizmus aláveti magát a köztársaság törvényeinek, és a híveket is erre szólítja fel, hogy vessék alá magukat ugye, a forradalmi hatalomnak. A kormány egyébként próbál egy ugye az előbb említett ész vallás mellett egy úgynevezett teofilantrópikus ugye, vallást is terjeszteni, tehát egy olyan fajta vallási elképzelést, ami ugye deista, tehát azt mondja, hogy van egy Isten, aki a világot megteremtette, de aztán elvonult és nem törődik többé vele, tehát egy távoli Isten, aki inkább ugye az elmélet szintjén mozog. Megint csak próbálnak ugye mindenfajta távol-keleti, antik és újkori vallásból egy ilyen katyvaszt összehozni, és egyfajta újfajta istentiszteletet külön ünnepekkel, de eleinte az újdonság még ugye felcsigázta a nép érdeklődését, utána pedig gúnytárgyává lett ez az egész új vallás. Tehát mégiscsak a egyház legidősebb lánya az szívében megmaradt az egy katolikusnak. Nem lehetett teljesen kiirtani azt a sok évszázados magot, ami ott ugye gyökeret vert. Hát azt mondja, hogy megint csak közel 1400 francia és belga papot, akik nem akarnak ugye esküt tenni, azokat különböző gyarmatokra deportálják, és hát ugye, de most már 1799-ben az ország több mint 40 ezer helységében végezhetnek katolikus istentiszteletet. No, szóval ugye, hogyan állt ehhez a pápa, 6. Pius? És itt jön ugye, hát ennek a pápának a kálváriája. Nagyon ugye kezdet-kezdetén látta, hogy mire megy ki a dolog. A forradalom egyházellenes intézkedéseit elvetette, 16. Lajos kivégzését elítélte, és ugye sok francia egyház és világi menekültnek otthon nyújtott, menedéket nyújtott a pápai államban. Igen, csak hogy ugye a direktórium a pápának a beállítottságát politikai ellenállásnak, forradalom ellenes ugye, reakciónak tekintette, és ezért kitűzte célul a pápa világi uralmának megszüntetését. Csak egy indok kellett, egy Bazaville nevű francia követségi titkárt 1793. január 13-án a római tömeg meggyilkolta,
és mivel, hogy ezen kívül még több ilyen forradalmi szemét Rómában bebörtönöztek, ezért ugye, hát úgy döntöttek, hogy vissza kell fizetni a pápának, és hát ugye fegyveresen is fel kell lépni ellene. Ez azonban majd Napóleonnak fog sikerülni, aki ugye ezt a pápát majd fogságba veti és elhurcolja Rómából. Hát akkor nézzük is meg, hogy hogyan jut hatalomra ez a híres Napóleon, Bonaparte Napóleon. Ugye, hát tudjuk, hogy elég szerény származású korzikai ugye családból származik, de hát ugye a francia hadseregbe lépve elég gyorsan halad, ugye a ranglétrán, és 1796 tavaszán először legyőzi a szár király seregeit, majd az oszták csapatokat, karcsapás nélkül kezére jut Bologna, Ferrara, Ravenna, Imola és Faenza, és ugye már ott van a pápának a küszöbén, és Napóleonnal kénytelen tárgyalásokba bocsátkozni 6. Pius pápa. Piusnak meg kell ígérnie, hogy a végleges békét Párizsban írják alá, a francia állam, a Bazaville, ugye a meggyilkolt tábornok haláláért elégtételt kap, és a bebörtönzött forradalmároknak visszaadják a szabadságát az egyházi állam területén. Az egyházi állam megnyitja kikötőit a francia flotta előtt, 500 értékes kéziratot, 100 műremeket és 21 millió szkúdi hadisarcot fizet. Tehát a ugye, vatikáni múzeumoknak, ugye, levéltárnak, könyvtárnak sok kincse Franciaországba kerül. De utána majd lesz egy ügyes bíboros, aki ezeket javarészt visszaszerzi. De szóval volt egy ilyen kitérő Franciaországba. Majd ugye hát a pápa sokalta ezt a sok követelményt, és ugye, de követelték tőle, hogy vonja vissza összes rendeletét, amelyeket 1789 óta Franciaország kiadott. Továbbá arra kényszerítik a pápát, hogy ugye, tehát mivel a pápa sokalta ezt, és hát nem akarta támogatni különösképpen a forradalmi folyamatokat, ezért Ausztriához csatlakozott, és miután Napóleon legyőzi Ausztriát, ausztriai hadsereget, ekkor ugye 6. Pius az úgynevezett tolentinói béke megkötésére kényszerül 1797. február 19-én. Pápának megint le kellett mondani a bizonyos franciaországi és itáliai birtokairól, többek között Avignonról is, az egykori ugye pápai székhelyről, ami az avignoni fogság alatt a lakóhelye volt, és újabb 15 millió szkúdi hadisarc kifizetésére kényszerült, további műremekek és kéziratok kiszolgáltatását is be kellett vállalnia. Ugye egyre keresi a direktórium az alkalmat az egyházi állam megszüntetésére, és Rómában a köztársaság kikiáltására, és hát ugye, erre az alkalom akkor adódott, amikor 1797. december 28-án a lakosság ugye a mérhetetlen hadisarc miatt megemelkedett adót, a nélkülözések fokozódása és a francia követség pápa ellenes izgatásai miatt ugye köztársaságot követelő tüntetésre jön össze. A pápai katonaság egyik tisztje a tüntető közé lőtt, és az egyik golyó, Dufó francia tábornok életét oltotta ki. Ekkor ugye a francia kormány felmondja a békét, és Rómába küldi Berthier tábornokot Róma elfoglalására, ami meg is történik február 10-én. A köztársaság kikiáltása február 15-én történik, és ugye 300 köztársasági, ugye, hát hazafi kijelenti a pápa letételét és a római köztársaság megalakítását. Mi legyen a pápával? Hát ugye ő rá egy köztársaságra már nincs szükség, tehát felszólította a pápát a Berthier francia tábornok, hogy mondjon le világi hatalmáról. 6. Pius ezt nem hajlandó megtenni, mert hiszen azt mondja, hogy ő ezt a hatalmat
ugye ennek a hatalomnak az örököse, ennek a hatalomnak az őre, ezt ugye Szent Péter birtokolja valójában, tehát ő nem jogosult ennek az erről való lemondásra, és Róma elhagyására sem hajlandó, ezért ugye megparancsolják az ő Rómából való eltávolítását, február 20-án reggel postakocsiba ültették, előbb Szienába, majd ugye Firenzébe vitték, és végül ugye Franciaországba hurcolják. Pápa már öreg, beteg, az út pedig hosszú, viszontagságokkal teli, de hát útközben a hívek tízezrei kivonulnak a pápai, ugye hintó elé, és hát ugye éltetik a pápát, több helyen ünnepélyes miséket is tart, Szienában és Firenzében, végül megérkezik Franciaországba, ugyanígy köszönti őt Grenoble és Valence népe, és végül azonban mégiscsak hát hosszas szenvedés után 1799. augusztus 29-én ugye meghal a pápa a francia fogságban, a Valenci várkápolnában ravatalozzák fel, utána Napóleon ugye csak később engedi meg az ő ünnepélyes eltemetését 1800. január 30-án, és csak sokkal később teljesítik azt a vágyát, hogy vigyék vissza Rómába és temessék el a Szent Péter bazilikába. Ugye ez az a pillanat, amikor Napóleon diadalittasan azt mondja, hogy most vertük be a szöget az utolsó pápa koporsójába. Innentől kezdve halott a pápaság. Nincs is hol konklávét tartani, de 6. Pius eléggé bölcs volt ahhoz, hogy még 1798-ban úgy rendelkezzen, hogy halála esetén a konklávét ott kell megtartani, ahol a legtöbb bíboros tartózkodik. És így az életben maradt 46 bíboros közül 35-en Velencében összejönnek 1799. december 1-én, és ott ugye egy hosszú konklávé után megválasztanak egy szerény bencés szerzetest, Barnaba Chiaramontit, aki a 7. Pius nevet veszi föl. És ugye hát ez a 7. Pius nem sokára majd visszakerül Rómába. Hát szóval érdekes, hogy ugye ezt a trükköt egyébként 12. Pius pápa is később be akarta vetni, amikor ugye az a veszély fenyegette, hogy majd ugye Hitlerék esetleg lerohanják Rómát, és őt letartóztatják, és akkor ő mondta, hogy én már előre megírtam erre az esetre a lemondásomat, ha ezt megteszik velem, akkor már csak egy egyszerű pap lesz a kezükben, és nem a pápa, mert akkor én már a lemondás állapotában leszek. No, szóval közben ugye Napóleon, hát sikert sikerre halmoz, 1798-99-ben megnyeri az egyiptomi hadjáratot, amivel igazából Angliát akarta megakadályozni az Indiába való eljutásban. Többi frontról csak vereségek jönnek, Napóleon pedig ugye hát csupa sikerekkel tündököl, és végül a francia tömegek, amelyek kiábrándulták a direktórium uralmából, ugye a sok demokráciából, most ugye egyre inkább hát a kormány élen kezdi látni Napóleont, aki visszaadja az árnyékot, békét és nyugalmat, és hát ugye Napóleon váratlanul visszatér Franciaországba, és aztán ugye persze a burzsuázia lelkesen fogadja, és végül is 1799. november 9-én, 10-én államcsínt hajtott végre, a hatalmat három konzul kezébe adta, tehát természetesen ebből a három konzulból csak egynek van igazi hatalma, az első konzulnak, aki hát, mit áld Isten, véletlenül Napóleon, ugye. Közben ugye megtörténik ez az egész helyzet a pápával, megválasztják a 7. Pius pápát, ugye a konklávé a Habsburg fennhatóság alatt álló Velencében, a San Giorgio, a Szent György szigetének a bencés monostorába van, és hát ha nem tévedek, akkor ez pont az a monostor, ahonnan elindult, ami Szent Gellértünk annak idején, ugye, akkoriban.
Hát 1799. december 1-én kezdődik a konklávé, és elhúzódik egészen a következő év március 14-ig, és akkor választják meg 7. Piuszt, aki egy szelíd, de azért állhatatos és karakán ember volt, és mihelyt a helyzet lehetővé tette, visszatért Rómába, mégpedig 1800. július 30-án, Rómában nem akart bosszút állni az ellenségein, hanem ugye egy ilyen általános amnestiát hirdette, viszont államtitkárának tette a tehetséges Consalvi bíborost, az addigi titkárát, aki majd nagyon-nagyon ügyes diplomatának bizonyul Napóleonnal szemben is. Napóleon most már ugye próbálta elérni, hogy Franciaország is a Szentszék kössön megállapodást, konkordátumot. Most már annyira föladta a vallástalanságot, illetve ezeket a művallásokat, hogy elismerte azt, hogy vallás nélkül nem lehet a népet kormányozni, és hát a francia nép nagy többségének mégiscsak a katolicizmus az eredeti vallása, tehát meg kell találni a modus vivendit. Az egyházi államot ugye a Tolentinói béke 1797-ben, illetve 1801. február 9-én helyreállítják, visszaadják a pápának, ugye, és hát elindulnak a tárgyalások a konkordátum megkötése körül. Nagyon sokan ellenzik, például a királypártiak, maguk a Bourbon család tagjai is, mert hiszen ugye Napóleon nyilván, hogy királyi, illetve császári babérokra tör, és ez a konkurencia a király családnak nyilván. A hitetlen közvélemény, de a bíborosok nagy része is ellene van annak, hogy bármi tárgyalás is legyen Napóleonnal. Napóleon maga is ugye hát nem titkolta az ő túlzott igényeit, az ő gallikán nézeteit, és hát gyakorlatilag a Consalvi államtitkár mégiscsak ugye nagy engedmények árán megtalálja a kellő ugye megoldást. 1801. július 15-én megegyeznek a pápa és Napóleon. Elismeri Napóleon, hogy az állam a katolikus vallást a francia nép nagy többsége vallásának ismeri el, biztosítja a nyilvános istentisztelet és vallásgyakorlás szabadságát, meg újra szervezhetők az egyházmegyék, az országnak most már 50 püspöksége és 10 érseksége lesz, minden addigi püspök köteles lemondani, mert hát tudjuk, hogy ezek az államemberei voltak, amit ők nem vonakodnak megtenni, tehát az ilyen rendeleteket mindig nagyon nehéz végrehajtani. A főpásztorok személyét az első konzul nevezi ki, vagyis maga Napóleon, a pápa pedig megerősíti. Továbbra is minden pap köteles az államra hűségesküt tenni, az addig még el nem adott javakat visszaadják az egyháznak, az egyház cserébe lemond a forradalom alatt elkobzott vagyonáról, viszont az állam felvállalja a papság megfelelő díjazását. Hát ez volt ugye a kommunizmus alatt is, hogy nem adják vissza az elkobzott vagyon, de a papság kap úgynevezett kongruát, tehát megfelelő díjazást. Csak ugye, hogyha az állam adja a díjazást, az állam azért általában ezt nem szokta ingyen tenni, hanem mindig vannak ugye feltétele is, kikötései, hogy milyen feltételekkel hajlandó ennek eleget tenni. Nos, szóval ez nagyon veszélyes, de kénytelenek voltak bele menni a dologba. Aztán a püspökök, persze az állammal egyetértésben újra beoszthatják a plébániákat, kinevezhetik a plébánosokat, léthesíthetnek káptalanokat és szemináriumokat, és az első konzul, maga Napóleon a Szentszéktől megkapja a régi rezsim összes jogait. Hát igen, viszont Napóleonnak még ez se volt elég, amit kicsikart ugye a pápától és Consalvi államtitkártól, hanem önhatalmulag még hozzá csatolt 77 pontból álló úgynevezett organikus cikkelyeket, amiben még inkább hangsúlyozta az állam jogait, a gallikán szemléletet, tehát például a pápa és a külföldi zsinatok határozatai csak állami engedéllyel hirdethető ki Franciaországban, a szemináriumok kell, hogy tanítsák a régi 1682-es gallikán cikkelyek ugye, tételei, tanításait. A pápai követeknek az országban való tevékenysége erősen korlátozott.
tartományi zsinatok rendezése, új plébániák alapítása a kormány engedélyével lehetséges, az egyházi bíróság ítélete ellen fel lehet lebezni a világi törvényszékhez, és a papok csak polgári házasságkötés után végezhetik el az egyházi esküvő szertartását. Ugye hát ez még a kommunizmus alatt így volt itt is, ugye, hogy polgári házasság nélkül nem lehetett egyházi esküvőt tartani, most már lehet, ugye, most már ezt visszamondták. Pápa erélyesen tiltakozott, de semmit nem tudott elérni, és ugye miután Napóleon továbbra is, hát ugye, élt és virult, a gazdasági életet felvirágoztatta, az ugye sok éhező szájat betömte, ráadásul alkotott egy polgári törvénykönyvet is, a Kód Napóleont, ami ugye a nevét viseli, ezért 1804-ben népszavazással császárrá választatta magát. Hát ugye milyen érdekes ez a demokrácia, ami ugye egy királyt a giotin alá küld, és a népet akarja uralomra juttatni, és a végén egy abszolutista császár dob ki a felszínre. Hát ilyen a történelemnek ugye a kereke. És természetesen hát egy császárt nem koronázhat meg akárki, hát legyen az maga a pápa, ugye 7. Pius jöjjön Franciaországba és végezz el a szertartást. Hát a szertartás 1804. december 2-án történt a párizsi Notre-Dame-ban, és hát tudjuk azt, amit ez a jelenet is ábrázol, hogy amik ugye felkente a pápa Napóleon szabályosan, de amikor az a rész jött, hogy a koronát a fejére teszi, akkor ugye Napóleon kikapja a pápa kezéből a koronát, és a saját kezére helyezi, a fejére helyezi, majd utána ugye hát a felesége Josephine fejére is, ugye, és hát látjuk, hogy ez a, hogy az egész megjelenése az nagyjából a római császároknak a korát és stílusát idézi meg. És egyébként van egy kis ilyen közjáték is, hogy Josephine a koronázás előtt, ugye, aki egy polgári lány volt, azelőtt szeretője volt Napóleonnak, és hát talán polgárilag meg is esküdtek, de hát eszébe jutott a jövendő császárnénak, hogy hát ugye azért ez mégiscsak ciki, hogy mindjárt megkoronáz minket a pápa, és mi egyházilag nem is vagyunk házasok, és akkor ugye egy magán kihallgatást kér a pápától, hogy orvosolják ezt az esetet, és a pápa ott suttyomba meg is esketi őket. Na most ezt aztán később majd ugye fölhasználják, hogy ezt a házasságot érvénytelennek nyilvánítsák, azzal a nevetséges indokkal, hogy nem az illetékes hatóság, vagyis a helyi plébános eskedte őket, ugye, amit a tridenti zsinat megkíván, hanem csak a pápa tette meg. Tehát ez eleve érvénytelen volt, mert akkor már a pápa a Napóleonnak degradált, hogy egy ilyen egyszerű nő az ő felesége, hanem ugye a német császárnak a lányát, Mária Luizát szerette volna elvenni, hogy dinasztiát alapítson, hogy ugye betagozódjon az európai nemesség soraiba. Na hát ez majd később fog történni. Minden esetre, hát szóval a pápa mindezt elviseli, itt is látjuk a képen, hogy úgy jámborul ül a székében, néz maga elé, hát mit tegyen szegény ember. Itt van ugye az oroszlán szájában, az ellenségnek a táborában, és hát ugye aztán több ízben is tárgyal az új császárral, próbálja őt rávenni, hogy legalább ezeket az organikus cikkelyeket vonja vissza, de hát Napóleon eltökélte, hogy ő a pápát a saját uralmának az eszközévé teszi, leigázza, és Franciaországba szerette volna tartani, hiszen már 70 éven keresztül egyszer ott lakott a pápa, miért nem lehetne ezt újra megismételni. Ugye tehát Avignonba vagy Párizsba tegye át a székhelyét, és a pápa viszont ebbe nem akar belemenni, azt mondja, ám fosszanak meg szabadságunktól, mielőtt Rómából elutaztunk volna, aláírtunk a méltóságunkról való törvényes lemondást arra az esetre, ha fogva tartanak bennünket. Mihelytek hát napfényre jutnának az önök által sző titkos tervek, nem marad az önök kezében más, mint egy szegény szerzetes, név szerint Barnabák Jaramonti. Ugye, tehát megint csak ugyanezt a játékot eljátszotta a pápa, úgyhogy Napóleon hát fogcsikorgatva, de kisebb engedmények után kénytelen volt elbocsájtani a pápát. Például ugye néhány szerzetes rendet visszaállított, és visszavonta ezt a köztársasági időszámítást. Igen, ám csak, hogy ugye Napóleon továbbra is állandóan zsarolja a pápát,
hatalmi céljainak a kiszolgálójává akarja tenni, kényszeríteni akarja, hogy mondjon le ugye a világi uralmáról, szuverenitásáról, és ugye 1805-ben arra hivatkozva, hogy az egyházi állam eredetileg Nagy Károlynak volt az ajándéka, hát ezért a pápa ugye Napóleon kérésére minden eretnekek, orosz, svédet és angolt tiltson ki az egyházi államból, zárja el kikötőiket a hajóik elől, és ugye a pápa ezt visszautasította, nagyon okosan érvelt, azt mondta, hogy Nagy Károly az nem azért, ugye, nem olyan minőségben ugye adományozta az a birtokokat az egyházi államnak, mint ugye frank uralkodó, hanem mint római császár. Napóleon pedig nem római császár, hanem pusztán francia császár, tehát neki nincsenek azonos jogai Nagy Károllyal. A pápa viszont a nemzetek általános főpásztora is atya, tehát ő ugye nem állhat egy nemzetnek az oldalára, a többi nemzettel szemben. Hát aztán ugye 1807. november 10-én ultimátumban követeli Napóleon, hogy a pápa adja fel semlegességét és legyen az ő szövetségese. A bíborosi kollégium legalább harmadrésze redent francia, vezessék be a napóleoni kódexet, ugye az a joggyűjteményt az egyházi állam területén, ismerjék el a gallikán szabadságjogokat, és legyen független francia patriarkátus. Hát ugye még mit nem? Pápa ezt visszautasítja, ekkor 1808. január 21-én, megint ugye ez a végzetes dátum, amikor a királyt is kivégezték, ugye Napóleon megparancsolja tábornokának, hogy foglalja el Rómát. Francia csapatok február 2-án Rómába bevonulnak, lefegyverzik a pápai katonaságot, pápa azt parancsolja, hogy ne álljanak ellen, megszállja az angyalvárat. 7. Pius nyíltan kijelenti, hogy Napóleon az egyházat bilincsbe akarja verni, és visszahívja nagykövetét Párizsból. Ugye Napóleon erre föl, miután 1809. május 13-án Bécs is a francia csapatok kezére kerül, eldönti, hogy a pápai államot is hozzá kell csatolni Franciaországhoz. Június 10-én, kora délután megszólaltak a francia ágyuk, az angyalvárra kitűzik a francia lobogót, és a pápa felkiáltott, beteljesedett. Majd aláírta azt a bullát, amivel kiközösíti Napóleont. De Napóleon erre azt válaszolta, hogy hát kíváncsi vagyok, hogy a pápai bulla az ki fogja-e verni katonáink kezéből a fegyvert. Tehát ő ugye mindig ilyen fennhéjázó módon reagált, tehát Isten nem ver bottal, és ugye lassan, de biztosan azért beérnek a gyümölcsök, úgyhogy majd, amikor ugye a moszkvai tél megteszi a magáét, akkor majd eszébe jut, hogy a pápai kiközösítésnek azért van hatása. Úgyhogy nem lehet akármit megcsinálni az egyházzal, ugye. Hát igen, igen. Hát elhatározza a pápa elfogatását is, július 5-ről 6-ra virradó éjjel, 2 órakor Radé tábornok behatol a Quirinál palotába, ahol a pápa tartózkodik, felszólítja a pápát, hogy mondjon le a világi hatalomról. A pápa azt mondja, hogy ami nem az övé, azt nem adhatja át, ő csak kormányzója, gondozója az egyházi államnak. A császár darabokra téphet bennünket, de lemondásunkat sohasem kapja meg tőlünk. Ekkor a pápát kocsiba ültetik, és elszállítják Rómából államtitkárával együtt. A többi bíborost is ugye hát őrizetbe veszik, és 1810. február 17-én az egyházi államot egyesítik a francia császársággal. Az egyházi államban minden kolostort és 17 püspökséget feloszlatnak, és elrendelik, hogy a leendő pápa felváltva Rómában és Párizsban tartózkodjék, a bíborosok és a pápai hatóságok pedig ugye legyenek Párizsban. No, szóval ugye aztán igen. Következő, most jön a ugye
Miután a pápa fogságban van, és ugye hát tulajdonképpen nem tud hozzászólni a dolgokhoz, most jön ez a bizonyos második házassága Napóleonnak. Ausztria ugye vereséget szenvedett. Franciaországtól függő helyzetbe került Napóleonnak, és Ferenc császár, ugye az osztrák császár lányának, Mária Luisának a házasság kötése kell, hogy megpecsételje ezt az egyességet, és Napóleon ugye ezáltal hát gyermekhez is jut, mert a Josephine az ugye meddő volt, nem szült neki gyermeket, illetve hát ezáltal legitimálja a saját dinasztiáját és a saját uralmát. Természetesen ugye állami nyomás alatt a párizsi egyházi hatóság kimondja az első pápa által kötött házasságnak a semmiségét, megkötik a 1810. április 2-án fényes külsőségek közepette a házasságot Mária Luisával, és ugye, hát az se volt azért túlzottan boldog házasság, mégiscsak azt mondják, ugye, és a Párizsban tartózkodó 29 bíboros közül 13 nem volt hajlandó elmenni az esküvőre. Ezért ugye Napóleon, mivel hogy nem ismerték el az érvénytelenségét az első házasságnak. Pápát persze meg se kérdezték. Napóleon, hát ugye milyen egy kicsinyes embernek a bosszúja, a távol maradó bíborosokat megfosztotta a bíborosi méltóságuktól és jövedelmektől, és különböző francia városokba száműzte őket. Ezek lettek a fekete bíborosok. Na, szóval, igen, a pápa viszont ugye fogságban sem volt hajlandó megerősíteni a Napóleon által kinevezett püspököket. Napóleon ilyen trükkökkel próbálkozott, hogy hát a nemzeti zsinatot összehívott, és akkor azt mondta, hogy a ősi szokásnak megfelelően a püspökök megerősítése és beiktatása nem a pápa, hanem a metropoliták feladata. Ez a zsinat össze is jön 1811. június 17-én, de kimondják, hogy ebben a kérdésben ők nem illetékesek. Hát elegáns megoldás, ugye a püspökök részéről. Napóleon a zsinatot felfüggeszti, három püspököt letartóztat, újra összehívja a zsinatot, és most már a zsinat hajlandó azt megengedni, hogy amennyiben a pápa 6 hónapon belül nem erősíti meg a Napóleon által prezentált püspököket, akkor a megerősítés joga az érsekre száll át. Tehát ugye megoldotta mégis, amit szeretett volna. Ugye különösen folyamatosan küldi a saját francia bíborosait, hogy a pápát meggyőzzék. A pápa végül már csak annyit kívánt, hogy a pápa nevében erősítsék meg ezeket a napóleoni püspököket. Napóleon azonban ugye sértve érezve magát, felmondja a konkordátumot, és ugye majd azon morfondírozik, hogy hogyan tudja mégiscsak a pápát rávenni, hogy engedjen, de hát ez végül is nem fog sikerülni Napóleon veresége miatt. A pápát, ugye, hogy a nyomást fokozza, Savonából Fontainebleau-ba átszállítja, ugye június 10-től 20-ig a súlyos beteg pápát kimondhatatlan kínokat okozva neki, ugye átszállítják ebbe a Fontainebleau nevű helységbe, és aztán ugye miután a katasztrofális oroszországi vereség ugye Napóleon végét jelentette, ezáltal ugye hát majd a pápával viszony is rendeződik. A legyengült 7. Piusszal 1813. január 25-én elfogadtat Napóleon egy előzetes konkordátum tervezetet, ami szerint a császár által Franciaországban és Itáliában kinevezett püspököket a pápa 3 hónapon belül meg kell, hogy erősítse. A pápának megmarad a szabadsága, hogy Franciaországban és Itáliában 10 püspökséget tölthet be szabadon, és ő is nevezhet ki főpásztorokat, stb. Meg más követelések is voltak, amiket a pápa nem akar teljesíteni, és ugye újra közölte levélben a császárral, még így fogságban is, öregen is, betegen is, hogy nem hajlandó lemondani pápa jogairól és az egyházi állam feletti szuverenitásáról. Viszont a Napóleon azt hirdette ki, hogy a pápa beleegyezett, elfogadta a konkordátumot,
és a fontemblói konkordátumot Te Deummal kell megünnepelni. Pápa viszont ugye a bíborosaival ugye közölte, hogy ő kényszer hatása alatt írta le ezt az előzetes megegyezést, visszavonta a konkordátumot, aztán ugye saját kezdőleg írt levelé, visszavonó levelében új tárgyalásokra hívja meg a császár. Tehát megy ez a húzavona, miközben ugye ellenfelei legyőzik Napóleont, ugye Moszkva előtt, ugye a hideg orosz tél betesz nekik, és 1814-ben Napóleont is lemondásra kényszerítik. Hát lényeg az, hogy ugye azt tudjuk még, hogy Napóleon aztán ugye próbál visszatérni, sikerül is neki 100 napra, de aztán végképp száműzik Szent Ilona szigetére, és hát mit áld Isten ez az egykori büszke, gőgös uralkodó, aki ugye rettegésbe tartotta Európát, és a pápát is, ugye két pápát is rabságba ejtett, ugye végül is úgy hal meg, mint egy ugye bűnbánó katolikus. A végrendeletét így kezdi: a római apostoli katolikus vallásban halok meg, amelynek kebelén születtem. Hát ugye Istennek a diadala, a pápát viszont ugye hát fölszabadítják, és hát május 24-én diadalmas körülmények között visszavonul ugye Rómába, harangzúgás, ágyú, díszlövések fogadják őt, ugye is megjegyzik, hogy a magyar huszárok kíséretében tért vissza ugye Rómába, és ezt a napot, május 24-ét kinevezi Szűz Mária keresztények segítsége ünnepének, mert ugye Szűz Máriának tulajdonítja az ő megszabadulását. És hát Szűz Mária azt is elért, hogy a fő ellenség is megtért halálos ágyán, úgyhogy ez az igazi diadal. No, hát egyelőre ennyi, bocsánat, hogy egy kicsit elhúztuk, de minden esetre, hát a dicső francia forradalomnak a kibontakozása, tündöklése és bukása, de a Szűz Máriának a diadala akkor is.